Köszöntöm Önöket, ez a Weekend második része, január 22-én. Egy kép többet ér ezer szónál, tudjuk ezt jól, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok függ attól, hogy ki fotóz, no és hogy hol. Erről is beszélgetek vendégemmel, Janics Attilával. Szia Attila! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Nem akarom nagyon tematizálni a beszélgetést, hiszen a fotózásnak ezer fajtája, stílusa, trendje van manapság, viszont pont még így a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy január van, éveleje, ilyenkor rengeteg fotósnak állandóan csörög a telefonja, mert hogy szezon van, ilyenkor szoktak hívosgatni fotósokat az ifjú, illetve leendő házaspárok. December, január, február az tényleg arról szól, hogy keresi az ifjú pár a megfelelő videóst, a megfelelő fotóst. Beszéljünk először erről, hogy mi különbözteti meg az egyszerű fotóst mondjuk a, nem tudom, esküvői fotóstól, vagy mi az, amit kell találnia esetleg egy-egy fotósban egy fiatal párnak? Mint annyi minden másban, én mindig el szoktam mondani, hogy vissza kell menni az alapokra. Tehát amikor valaki arra szánja magát, hogy ő fotós lesz, ő ebből fog élni, nem csupán megélhetés ez, hanem ez egyfajta életforma, amit ha nem csinálsz szenvedéllyel, odaadással, akkor én úgy gondolom, hogy inkább ne is csináld. Igen, igazad van, január, február, március, ez az az időszak, amikor a párok megkeresnek minket, meg gondolom, hogy rajtam kívül még nagyon sok kollégát, és mitől lesz egy esküvői fotós más, mint a fotós? Ez egy nagyon-nagyon bizalmas szerep, ha szabad ezt így mondani, hiszen ha belegondolsz, te vagy végig az ifjú párral. Az előkészülettől, bocsánat, tovább megyek. A jegyes fotózástól, a kreatív fotózáson keresztül, a előkészület egészen a hajnalig tartó mulatságig. És nem ritka esetemben, és egyik gondolom ezzel mások is így vannak, hogy párokkal nekem évekre visszamenőleg nagyon-nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Tehát akkor lényegében az ifjú párnak, amikor mondjuk az adott év elején a nyári esküvőihez keres mondjuk egy fotóst, akkor lényegében valahol egy barátot is keres, mert hogy szükség az, hogy együtt tudjatok működni, együtt tudjatok röhögni, fel tudjon szabadulni előtted, bármi ilyesmi. Köszönöm. Vannak amúgy olyan dolgok, amit nagyon szeretnek a mostani ifjú párok, vagy a fiatalok, akár mondjuk, ha esküvői fotózásról van szó, jegyes fotózásról, vagy csak egy szimpla, egyszerű szerelmes párról. Gondolik itt arra, hogy jaj, Attila, menjünk már ki arra a csodaszép, nem tudom, a repcés táblához, mert az tök jó, vagy vannak ilyen kedvelt helyek, stílusok, bármi, ami most van? Igen, vannak úgymond ilyen trendi helyek, uh-huh. Ilyen bejáratott helyek, Nyíregyházán is. Na, én pont ezeket szoktam elkerülni. Tehát a sóstói fotózást azt nem erőlteted. Imádom a sóstót, a halálkomolyan imádom. Jegyes fotózást nagyon szeretek ott csinálni. Uh-huh. Viszont kreatív fotózáshoz mindig azt szoktam mondani, hogy képzeljétek el, hogy ti hol éreznétek magatokat a legjobban, és akkor oda kell elmenni. Ne sajnáljátok rá az időt, a kilométert, mert akkor lesz az esküvői fotóból uh-huh. igazán esküvői fotó, hogyha azon ti jól érzitek magatokat. A boldogság sugárzik vissza. Nem kötünk kompromisszumot. És ez fontos. Nagyon fontos az is, hogy hogyan tudjátok megörökíteni ezeket a pillanatokat, és tényleg hogyan látod az ifjú párt, és hogy azok az adott képek milyen formában kerülnek hozzá, mert egyre többször hallom azt, hogy nem feltétlenül csak egy DVD-t, most csúnya szó, vágnak hozzá az ifjú párhoz, hanem már sokkal többet ad egy fotós. Gondolok itt arra mondjuk, ami kettőnk között van az asztalon, nem is tudtam hirtelen mi ez, oszd meg a nézőkkel is, hogy mi ez egyáltalán, és milyen funkcióval, vagy akár értékkel bír neked, meg az ifjú párnak. Pont így szokták simogatni a de párok is. Ezt úgy hívjuk, hogy fine art album. Aha. Ennek az a különlegessége, ha szabad mondanom, hogy ez a fotókönyvek Rolls-Royce-a. Hiszen mindenki ismer különböző online fotókönyvet, na ez nem az.
Ezt tudni kell, hogy itt minden. Nyissuk ki, mert a kolléga minden, látom, hogy ráközelített. Minden egyes. De gyönyörű. Tehát minden egyes munkafolyamat kézzel készül. Természetesen a printet, tehát a maga képek printelése az, az továbbra is géppel készül, de a könyvnek a... Segítesz nekem bezárni? Persze. Ott ezt behúzzuk, igen. Le is teheted oda magad mellé, mert hát akkor... Nem ismerem megfogni, igen? Megszabad, nem, nem harap. Kicsit csinálunk egy kis helyet. Tehát már eleve a fotós könyvnek a csomagolása is nem egy doboz, vagy nem egy papírgalacsin, hanem sokkal értékesebb, tehát egy nagyon szép és igényes fa dobozka, és akkor látsz egy gyönyörű szép albumot. Peter Gabrielt idézném, lapozdunk bele a szerelem könyvébe? Abszolút. Okay. És ez az irány teljesen jó, hiszen kolléga próbálja a nézőknek is megmutatni ezt a csodát. Adjam oda neked? Lapozgatod te szívesebben? Én már átlapoztam egy párszor, tehát... Nézd csak azt a mindenit. Tehát, hogy azért itt vannak olyan dolgok, csak segítek. Így megtartom, amit tényleg mondtam, hogy ez a természetben fotózzunk, ez ugye gondolom így tavasz környéki fotózások, ihletett ez a dolog. Hó, hát gyönyörű. Hogyan válogatod ez össze? Ez az egyik bemutató albumom egyébként, amit ide elhoztam. Igen, neked. Látom, hogy azért mindenféle különböző párok, különböző stílus. Helyszínek. Például ezek Luxemburgban készültek. De ha na hát odáig megyünk, elutaztatok, mert ott érezte jól magát a pár. Nem, pár luxemburgi van. Ja, értem. Nagyon szép fotók, meg hát az igényesség az tényleg látszódik. Mi van akkor, hogyha mondjuk nem egy ifjú pár, hanem mondjuk egy fiatal leányzó keres meg téged, hiszen gyakori az manapság, hogy a lányok azt mondják, hogy ó, de jó lenne megörökíteni az ifjú éveimet, mondjuk a középiskolás vagy egyetemi énemet, és elmegyek mondjuk egy fotóshoz. Mit ajánlasz nekik? Figyelj, az elv az ugyanaz. Tehát nagyon fontos itt is a személyes találkozó, személyes kontakt. Tehát akár esküvőfotózásról beszélünk, akár portfóliófotózásról, minden esetben azt szoktam mondani, hogy személyes találkozó nélkül senki ne döntsön. Ez fontos. Ne csak az alapján menjünk el fotóshoz, mert ajánlotta valaki, mert ezt úgy hallottam, hogy ő nagyon jó, nem, el kell menni hozzá személyesen, mert a személyes kontakt az, hogy kölcsönösen szimpatikusok vagyunk egymásnak, ez a fotózás későbbi folyamán, ez nagyon fontos, lehet, így van. Milyen meglepő ötletekkel találkoztál az elmúlt években? Gondolok itt arra, nem tudom, tehát amikor nekem volt az esküvőm, akkor mi vittük magunkkal a kiskutyánkat a fotózásra. Vannak ilyenek, amin úgy meglepődsz? Persze. A kiskutyákon nem már. Az már ilyen nagyon rutin. Nagyon sok menyasszony hozza a kiskutyáját, vagy a macskát, vagy bármit. Figyelj, tavaly volt egy olyan párom, hát és visszatérve például velük nagyon jó a kapcsolatom azóta is, egyébként szinte minden párral igyekszek jó kapcsolatot kialakítani. Nekik az volt a kívánságuk, ők szerettek volna trash the dress fotózást. Trash the dress, ez a tengeren túlról bejött őrület, tudod, az amikor... Jó, ez nagyon mocskosra. Igen, tönkretesszük a ruhánkat, így van. Egyébként ez, figyelj, ez jutalomjáték a párnak, meg elmondám, hogy a fotósnak is, én ezt imádom. Hoztak festéket, nem tudom hány színű festéket, festékport, és összekenték egymást, de valami hihetetlen módon, érted? Mint két óvodás, amikor leülnek a homokozóba, és dobálják egymásra a homokot. Ezt így kell elképzelni. Akkor vannak ilyen őrült pillanatok. Vannak ilyen őrült pillanatok. Na most kérdezted még a műsorlányi, hogyan választanak esküvői fotóst, vagy portfólió esetén, hogy választjuk ki a fotóst. Én úgy gondolom, hogy minden kollégám egyetért velem abba, hogy nagyon fontos az, hogy tehát először is tetszen a fotósnak a munkája, hiszen azért fognak hozzá elmenni. Másodszor. Maga a személyisége. Legyen kommunikatív. Hála Istennek, nekem ezzel nincs problémám. Megoldó képesség. Egy esküvőn számtalan dolog előfordulhat. Ha nem vagy elég megoldóképes, kreatív, akkor
kész ábuktál. Nagyon sok mindent tényleg figyelembe kell venni, és mondjuk szerencsére nagyon sok rendezvény és internetes oldal is segít a döntésben, hiszen vannak országszerte, megyeszerte és különböző rendezvények, esküvői kiállítás és így tovább, úgyhogy hajrá nektek a következő időszakban, meg hát az ifjú pároknak is, és én mindig azt mondom, hogy óckodjunk attól, hogy egy ilyen nagyon kezdő, nagyon hobbista fotóst, vagy operatőrt, vagy bárkit keresünk meg, de ez már a jövő zenéje. Ezzel kapcsolatban még hozzátehetek két mondatot? De tényleg egyet, kettőt. Ne kettőt, egyet. Egyet. Tehát ne szégyeljük megkérdezni a fotóst, mivel dolgozik, hogy archiválja a képet, és a többi, és a többi. Ez nagyon fontos. Na, hát ezek mert tök jó ötletek. A mennyasszonyi ruha, a vacsora, a frizura, minden gyönyörű szép, de ha elvész, akkor elvész a fotó, vagy adott esetben a film, akkor ezt tudod, mi marad? Emlék, semmi más. Az ajánlást is köszönjük szépen, meg azt, hogy behoztad ezt a nagyon érdekes fotókönyvet. Én pedig önöknek ajánlok egy összefoglalót most, hiszen 6. alkalommal rendezték meg a Kölcsey Ferenc szónokversenyt Nyíregyházán, a Megyeházán. A diákok reformkori beszédeket tartottak, erről láthatnak most összefoglalót. Kötelességemnek érzem a megtörténtekkel kapcsolatban a szólás szabadságának védelmébe kelni. Ugyanis a szólás szabadság egyike az embernek kijáró legalapvetőbb jogoknak. Kardos Norbert fehérgyarmati diák hangja betöltötte a Megyeháza dísztermét. A megmérettetésre jelentkező ifjak és a Kölcsey Ferenc szónokverseny célja, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a magyar hagyományoknak, nemzeti tudatunk erősítésére. Két fordulóból áll ez a verseny. Az első fordulóra otthon fel tudtak készülni a tanulók, megadtunk két témát, és ebből egy 3 perces szónoklatot kell most majd itt a zsűri tagjai előtt nekik bemutatni. A második forduló már nehezebbnek bizonyult, hiszen 10 perc felkészülési idejük volt a versenyzőknek. A témát a zsűri még a verseny előtt határozta meg, a megmérettetés a jelentkezők zöme idén is fiú volt, a 11 diák közül csak egy lány akadt. Nagyon jó vagyok az ilyen szónoklatokban, szeretek beszélni, és tanárnő mondta, hogy jó lenne, ha jelentkeznék, és így jelentkeztem a versenyre. A versengők úgy vélték, a kiállás, a gesztikuláció is nagyon fontos egy ilyen versenynél. Szerintem egy jó szónoknak alapvetően magabiztosnak kell lennie, úgy kell kiállnia, hogy jól csinálja, mit csinál, és egyszerűen a megjelenésével, a hangulatával és a kiállásával kell elnyerni a nézőknek, illetve a zsűrinek a szeretetét, vagy az értékelését. Én már számos hasonló versenyen voltam, és a felkészítő tanárom említette ezt a versenyt, nagyon megtetszett a milliója, az egésznek a témája, és gondoltam, hogy sikerrel tudok majd megmérettetni ezen az alkalmon. A felkészülés az nagyon egyszerűen zajlott, az ajánlott szakirodalmakat használtam fel, az internet segítségét, és az eddigi irodalom, illetve magyar nyelvtudásomat hasznosítottam a felkészülés során. A reformkorral kapcsolatos beszédeket, szónoklatokat idén is szakmai zsűri értékelte, a zsűritagok között akadt irodalomtanár, történész és politikus is. Ez a verseny, mondhatnám, talán játékos formában, vagy fiatalok számára is érthető módon közelít Kölcsey hagyatékához. Kölcseyről pedig nem kell beszélnünk, hogy miért fontos számunkra, különösképpen így a Magyar Kultúra Napja előtti napokban, ugye a Szatmárcsekei hagyományos ünnepség, amit a Megyeházán is megünneplünk immár lassan 7-8 éve, mióta Kölcsey Ferencre emlékező szobrot állítottunk a megyei önkormányzat épülete előtt. Bővül és fejlődik ez a ünnepség sorozat, ezzel a szónokversennyel is néhány éve. A Kölcsey Társaság elnökeként és a zsűri elnökeként is kérdezhetjük Jánosi Zoltánt, hogy vajon milyen a jó szónok, milyen képességekkel kell rendelkeznie, vagy éppen milyennek kell lenni a kiállásának. Igen, hát természetesen a jó szónoknak olyannak kell lennie, mint amilyen jó szónok Kölcsey Ferenc volt. Először is el kell készítenie, vagy írásban, vagy fejben egy olyan művet, írásművet, vagy beszédművet, amelyet azután szabadon elő tud adni. Na most ennek a szabad előadásnak megvan a technikája. Ezt valamikor régen tanították. Kölcsey is tanulta Debrecenben, ezt a tudományt retorikának hívták, de nem is tudomány volt ez, hanem valójában praxis, gyakorlat. Hogyan kell felépíteni egy beszédművet, amely mindig a meggyőzés művészete?
Ezt már ugye elkezdték a görögök, aztán a latinok, a rómaiak, nagy szónokokat ismerünk, így például Cicerót. Ezeknek a szónokoknak megvannak a beszédei, ezek mintául szolgálhatnak. Mégis most azt mondom, hogy legyen a mi mintánk, az itt versenyzőknek a mintája, Kölcsey Ferenc, az, aki a Magyar Országgyűlésben olyan szónoklatokat tartott, például a magyar nyelv ügyében, az örökös megváltás tárgyában, a sorsvonás tárgyában, a szatmári adózó nép állapotáról, amelyekkel befolyásolni tudta az akkori országgyűlésnek a döntéseit és gondolkodását Magyarországról. Sajnos a mai oktatás, a felsőoktatás is elsősorban az írásra épül. A feleletek nagyon gyakran nem szóban, hanem írásban történnek. És azért örülök annak, hogy itt több mint 10 versenyző megjelent, hogy ennek mutassuk föl az ellenpéldáját is, hogy tudja a fiatal ember kifejteni a maga véleményét szóban, mindenféle papírba, bújás nélkül, hiszen a fejében már összeállt az a beszéd, és természetesen megvan hozzá a nyelvi biztonsága és magabiztossága is. Ez volt a nyíregyházi szónok verseny, mint hallhatták, a diákok a szólás szabadságról, valamint az örökös megváltásról szóltak. Mi most lazább témával folytatjuk, január 29-én Nyíregyházán koncertezik a Prémvadászok zenekar, a formáció a No Hate Speech Movement hivatalos kampánydalát alkotta meg. Hogy hangolódjunk a hónap végi koncertre, nézzük meg a klipjüket, ez a No Hate Speech. A következő percekben felidézzük a megyei központi Magyar Kultúra napi rendezvényt, a helyszín Szatmárcseke, az összefoglaló elején pedig a himnuszt hallhatjuk Csíkos Sándor színművész előadásában. Kölcsey Ferenc, himnusz.
a magyar nép zivataros századaiból. Isten, áld meg a magyart! Jó kedvel, bőséggel! Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tét, hozzá végeztem. Megbűnhödte már ennél a múltat és jövetet. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazád benne gúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszán a Dunán, Árpád hős magzatjai felvirágozán. Értünk Kunság mezein ért halászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Zászlón gyakran plántál át vadtörök sáncára, s nyögte Mátyás dús hadát Bécsnek büszke vár. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, s elsújtál villámid a dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilán zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát várainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain oszmán vad népének, vert hadú csonthalmai győzedelmi ének. Hányszor támadt ten fiam szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt magzatod hambedre. Bújt az üldözött, s felé kart nyúl barlangján. Szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazába. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön a lábainál, s lángtenger fölette. Vár állott, most kőhal. Kecs öröm röpkedtek, halálhörgés síralom zajlik más helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnye hull árvánk hőszeméből. Szállj meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Nyújts felje védő kart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozzá víg esztendőt. Megbűnhödte már a nép a múltat s jövetet. Miért éppen Ág Istvánra esett az idén a Kölcsey Társaság választása? A Kölcsey Társaság 1994-től mindig egy olyan személyt díjaz, aki a magyar kultúráért, elsősorban a művészetért nagyon sokat tett. Így megkapta ezt a díjat többek között Szabó István, a Mephisztónak a rendezője, Görömbei András, irodalomtörténész, esztéta, Csóri Sándor, Nagy Gáspár, Szokolai Sándor, zeneszerző, Kalló Zoltán, Kányádi Sándor, és még sorolhatnám. Tavaly pedig Törőcsik Mari színművész kapta meg. Ő nem tudott jelen lenni, neki a Nemzeti Színházban adtam át a díjat, mert betegség miatt nem tudott utazni. Az idén Ág István, Kossuth díjas, a nemzet művésze kitüntetésekkel rendelkező író, költő, elsősorban költő, esztéta, szerkesztő, különböző irodalmi fórumoknak és szervezeteknek a tagja kapja a díjat. Az ebben az évben 78 éves alkotó teljes mértékben kötődik a himnuszhoz és Kölcsey Ferenc életművéhez. Az a nemzetszolgálat, amelyet megtett a verseiben, esszéjében, szép prózájában, egyöntetű véleményt váltott ki a kurátorokból, hogy ezt a díjat most ő fogja kapni. Milyen érzés itt Szatmárcsekén átvenni a Kölcsey Társaság díját? Forró érzés ebbe a hideg időbe. Aztán másodszor vagyok Csekén, már valamikor a nagyon távoli múltban ismerem ezt a temetőt, a csónak síremlékeivel,
itt is voltam. De hát most nem ez az érdekes, hanem az, hogy itt vagyok, és végül is most találkozom úgy Kölcsey Ferenccel, hogy nem csak a műveit ismerem, hanem valahogy az egészet egybe, az embert is, itt a helyet. Ez a hely hozott össze, meg ez az emlékérem. Hol van ennek az emlékéremnek a helye a sok-sok kitüntetés sorában, amit ön eddig már kapott? Hát ahol Kölcsey, mert azért ez Kölcsey mégis, és Kölcsey díj az szimbóluma annak, ami belül van. Meg annak is szimbóluma, hogy mit éreztek az én, mondhatom úgy, hogy életművem iránt, hogy ezt megkaptam. 2016-ban itt Szatmárcsekén mit üzen a himnusz önnek, mint képviselőnek? Nagyon érdekes és nagyon jó kérdés. 2015 végén és 2016-ban mit üzen, hiszen ha végigolvassuk a himnuszt, vagy ha átgondoljuk. Én sokat szoktam erről gondolkodni, hogy mit gondolnak az emberek, mikor a himnuszt éneklik. Természetesen mindenki biztos a saját családjára, Magyarország történelmére gondol. Mi, akik itt élünk, mi a térségre is, természetesen Szatmárcsekére és Kölcsére is gondolunk pluszban. És sajnos az európai események különös aktualitást adnak a himnusznak. Tehát legfontosabb üzenete számomra az, hogy csak hittel és csak keresztény gyökerekkel van jövőnk a 21. századi Európában is. Ne feledjék, holnap korán reggel indulnak fészek túrára az emissziósok, bárki csatlakozhat hozzájuk, 9:30-kor indulnak, hogy honnan interneten megtalálják. Kicsit bonyolult lenne elmondani, de a Ganges partja körüli az indulási helyszín, mindenképpen öltözzenek meleg ruházatba. És 11. torkos csütörtök is lesz, február 11-én már érdemes nézelődni interneten, hogy melyik étterembe kell lefoglalni asztalt és hány órára. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!